én is az első kilométeren azért jó, egy kicsit temposabban mentem, de tehát ott már onnantól kezdve, hogy szépen kezdtük helyre rakni azt, hogy akkor mi az a tempó, amit megbeszéltünk, és úgy én oda-vissza is raktam magát a sebességet. Egy szerencsés véletlennek köszönhetően állt össze párossá a Sáfrány-Prantner duó, ami az április végén elrajtolt 211 kilométeres ultrabalaton futóversenyen ezüstérmet szerzett. A távot váltóban teljesítették, körülbelül 10 kilométeres szakaszok megtétele után cserélték le egymást. Sáfrány Gábor elmondta, eredeti csapattársa sajnos nem tudott részt venni vele a megmérettetésen, ezért felkérte barátját Gábort, aki többszörös UB futóként igent mondott a versenyre. A legjobb 10 bekerülést tűzték ki célul. A déli szakaszon már észrevettük, hogy mert ugyebár azért annyian futottak, hogy tehát most nem lehetett tudni, most ki van, ki egyéni vagy ilyesmi, tehát ezzel azért annyira nem koncentráltuk, csak az egyik szakasznál már, hogy én is néztem az időket, akkor láttuk, hogy már harmadikak voltunk. Ezt mondtam is a Gábornak az egyik váltáskor, és azért ez úgy lelkileg mindenkit úgy hirtelen rendbe rakott. Prantner Gábor úgy nyilatkozott, egyéniben és csapatban is indult már az Ultra Balatonon, de a páros megmérettetés számára is kihívást jelentett. 7 évvel ezelőtt kezdett el futni súlyfelesleg problémái miatt, de annyira megtetszett neki a mozgásforma, hogy végül már futóversenyekre is benevezett. Ezekre a hosszú versenyekre nagyon fejbe is össze kell rakni magát az embernek. Ugye most készülök egy másik Balaton kerülő versenyre, egy 240 kilométeres verseny lesz 2 hét múlva. Na arra, igen, már ilyenkor bőven benne vagyunk a felkészülésbe, már nem csak fizikálisan, mentálisan is, hát össze kell rakni a dolgokat, frissítés, jól működjön, tényleg minden a helyén legyen. A versenyzők tanácsa szerint soha nincs késő elkezdeni a futást, azonban nagyon fontos, hogy senki ne akarja egyből megváltani a világot, csak szépen, fokozatosan lehet terhelni a szervezetet.